Jó estét kívánok, kedves nézőink! Zalaegerszegről, a Zalakerámia, az ETKK Kecskeméti KSE bajnoki mérkőzésről a 16. forduló műsorában szerepel ez a meccs. Tiszta pirosban a vendég Kecskemétiek, tiszta fehérben pedig a Zalakerámia, az ETKK, és az ETKK hozta el a feldobást követően a labdát, és most első támadását vezetheti az egerszegi együttes, és egyből egy faltot harcol ki Tóth Gergely. Wittmann Krisztián volt a hibás, ő jutott oda alapról, hozhatja majd a labdát Gáspár Dávid, az ETL kapitánya. Whitworth, palánkra is megvan az első kosár, amit a ZTS szerez, valamivel több mint fél perccel a kezdés után. Thomas Kelly 11-essel, ő sokáig 4-es számmal játszott a kecskemétieknél. Bence Zoltán, aztán most már Iván Vukadinov. Egy hármas kísérlet, ami nem csak kísérlet, hanem bent is van Dénes Gábor, próbálkozott a 6-75-ösön kívülről sikerrel. És lényegében el is mondtam már szinte az egész kecskeméti kezdőt, de még várjuk meg. Tóth Gergely. És kiharcol egy újabb faltot. Tóth Gergely ezúttal az előbbi pontszerző Dénes Gábor hibázott. Tehát a vendégeknél 9-essel Iván Vukadinov, 11-essel Tomasz Kelly, 12-essel Bence Zoltán, 14-essel Dénes Gábor és 17-essel Wittmann Krisztián a kezdőben. Jó az első büntető. Tóth Gergely még egyszer próbálkozhat. Ez is jó. 4-3-ra vezet az ETL, tehát a ZT-nél a kezdőben 4-essel Tóth Gergely, 12-essel Gáspár Dávid, 11-essel Kinter György, 15-essel Brie Perin és 24-essel Timothy Whitworth. A vendégek mestere Stojan Ivkovics, egy rossz kísérlet, Thomas Kelly próbálkozott. Az ETI Kis Attila, három játékvezető pedig Cifra Csaba, Hegedűs Tibor és Pozsonyi László. A komisszár pedig Pázsitka Ferenc. Perin, aztán Tóth Gergely. Kinter. Tomás Kelly üldözi mindenhová Brie Perint, aki a kupameccsen remekül játszott. Megvan a támadó lepattanó Whitworth. És jól is teszi még visszaráadásul. Ketten lépnek ki az amerikaira, a túloldalon Gáspár Dávid indul el az alapvonal felé. Egy tempó és egy újabb mezőnykosár az ETL-nél. Hat 3-ra vezet az ETL. Nem jó a dobás, Wittmann próbálkozott középtávolról. A lepattanó Whitworth-é, most pedig már a Brie Perin. Tóth Gergely, aztán Gáspár. Az ETL mindössze egy győzelemmel szerénykedik. A táblázat utolsó helyén Tóth Gergely. Picit furcsa mozdulattal talál a kosárba, 8-3. Kelly. Beleáll, ez sem jó. Az utóbbi időben picit gyengélkednek a kecskemétiek. Hát a ZT-ről nagyon nem lehet mit mondani. Whitworth egy hármas süllyeszt el. 11-3. Erre mondjuk nem nagyon számítottak itt Egerszegen. Picit beragadt a kecskeméti együttes, de ez főleg a mérkőzés ilyen szakaszában még nem számít komoly előnynek, amúgy még az utolsó negyedben is simán behozható. Tehát 11-3, 6 perc 44 másodperc van még az első negyedből, és két csapathibát vétett eddig a vendégegyüttes, az alaiak még nem hibáztak. Thank you.
Thomas Kelly hozza a labdát, Bree Perrin vele szemben nem támadta még meg a kecskeméti térfélen. Thomas Kellyt Vukadinov. Kinter Győrnél a hiba. Büntetők jöhetnek majd. De előtte csere. Bence Zoltán helyén Csorvási Milán 8-as számmal. Vukadinov. Becsorog az első. És a szerb játékos még egy kísérletet tehet. 11-5. Ezzel Gáspár. Valamivel több mint 3,5 perc telt el a találkozóból. Perrin vágott ki egy nagy sprintet. Aztán egy átlőtt labda. Kinter. Ezt nagyon szereti Kinter. Győr remek labdát kapott. Tisztán maradt, be is zsákolta az egerszegiek centere. Egyébként most már sokak által ismert, hogy az ETE megvált egyik amerikai légiósától, Chris Hines-tól, és keresik az utódját. Nép és gyanús volt, nem fújtak a játékvezetők, Csorvási pedig nem állt meg, miért is tette volna. Jól tette föl, és ezzel 5 pontra csökkentette csapata hátrányát. A 6. helyen áll a bajnokságban a kecskeméti csapat. Egy mérkőzésüket majd pótolják, még azt hiszem, hogy a 15. fordulóból. Aztán egy újabb 3-as most, a Bree Perrin. Az Alba ellen remekül játszott. Kiváló statisztikája lett a meccs végére. 28/15-ös mutatóval. 16-9 az állás, Vukadinov most mezőnyből volt eredményes. Túl vagyunk most már a negyed felén. Gáspár. Whitworth. Tim Whitworth most már 7 egységnél jár, 2 dupla, illetve 1 tripla, 18-9. Stojan Ivkovics is elmondta nyilatkozatában, persze bizonyára benne volt az ilyenkor szokásos udvariasság is, de azt mondta az etéről, hogy jó csapatnak tartja az egerszegieket, és hogy az eddigi eredményeik nem hűen tükrözik a táblázaton elfoglalt helyet, de mondom, ebben az udvariasság is bent van, hiszen most sok mindent, mondjuk egy 14-1-es vereség, illetve győzelem arányra nem nagyon lehet mit mondani. Én lejárt a támadóidő, ezzel jöhet a ZTE. Bree Perrin egy elég látványos mozdulattal húzta vissza, de nem birtokolta a ZTE a labdát, ami visszakerült a kecskemétiekhez. Közben újabb csere vendég oldalon. 15-össel Hegedűs Gergely érkezett Dénes Gábor helyére. Közben egy kis technikai szünet. Még Gáspár Dávid megköti a cipőfűzőjét. Körülbelül 20-30 közöttire satszolom a kecskeméti tábort, aki a vendég szektorban foglal helyet, és véleményem szerint az utánpótlás csapat is ott ül. Ha bemegy, nem megy be. Azt mondom, szép játék. A játék amúgy előtte szép volt. Csak hát a dobás. Ez pedig bent van. Az imént pályára lépett Hegedűs célzott jól a 6.75-ösön kívülről. És egy időkérés, ezúttal Kis Attila kéri oda játékosait a kispadhoz. 3 perc 47 másodperccel a negyed vége előtt. 18-12-re vezet az ETE. 2 csapathiba a vendégoldalon, 1 az eténél, az imént Kinter György hibázott.
A kecskemétiek már a pályán, és az előbb mondtam egy nagy butaságot. Az elmaradt mérkőzés a Kaposvár elleni hazai találkozójuk a kecskemétieknél a 13. fordulóból maradt el, és ezt majd február 5-én pótolják. Elnézést érte. Kinter Gáspár. Tóth. Ez rossz bejátszás, Whitworth nem érhette el. Újabb csere, vendégoldalom. Vukadinov helyén Wittmann Krisztián a folytatásban. Valamivel kevesebb, mint 3,5 perc van még az első felvonásból. 6 pontos egerszegi előny. Egyébként a meccskezdésekkel általában, és ezt most aláhúzom, hogy általában, hiszen a Szeged ellen nem ez volt a tendencia, de nem szokott baj lenni az Eténél. Egy lágy ejtés. Csorvási, a második mezőny kosara. 18-14. Lopja szép lassan a távolságot. Zsákolás közben ütött oda Csorvási. Ezt egyébként nem igazán szeretik a szurkolók, hogyha már a kosára törés ebben stádiumában ütnek oda. Kimarad az első, és így már lehet, hogy nem csinált rossz boltot a kecskeméti csapat. A második jó. 19-14, 2 perc, 45 másodperc van még az első negyedből. Gerasimov, egy másik szerb játékos. Aztán Kelly. Kelly elvállalja középtávol itt, most nem célzott pontosan, egyébként szenzációs keze van, erre leginkább még pécsi korából emlékszem. Fölnézett Tóth Gergely, még egy pillanatra vissza is húzta a lábát, ami amúgy sem érte a 6-75-ös vonalat. És ezt kérték tőle az edzők is, Kis Attila, illetve Katonai Imre, hogy ha olyan szituációba kerül, akkor vállalkozzon bátran. És legutóbbi mérkőzésen, a kupa mérkőzésről, ezt Kis Attila ki is emelte, hogy egyre inkább megjön az önbizalma Tóth Gergelynek. Vukadinov érkezett vissza, most Kelly kap egy kis pihenőt Stojan Ivkovicstól. 22-14 az állás. Hegedűs remek labdát adott Csorvásinak. Hat pontnál jár Csorvási. Egy távoli. Kinter. Amúgy így megtévesztő, tehát két pontot ért. De nem Kinter dobó távolságából erre akartam utalni. Mert ő inkább a palánk alatt szeret dolgozni. Brie Perrin szépen oldotta meg. A labdát lopott volna, tehát javította volna is a hibát. Brie Perrin egyébként nagyon lelkiismeretesen készül. Ez a Zalaegerszegen úgy volt, hogy megválnak tőle még az év elején, aztán végül is más lett az áldozat. Távoli. Tóth Gergely teszi föl a kezét. Az első faltja, és az egyik kecskeméti játékos esett nagyot. Őt lökte el Tóth. Ez volt az ETL harmadik csapat hibája, három van egyébként a vendégeknek is. Továbbra is 24-16. Bence Zoltán. Gerasimov. Wittmann kérte el. Ki tudott lépni az árásból. Gáspár viszont ügyesen fejezte be a támadást. Wittmann magasra kiemelve
nem érhette el a védekező Kinter. Első kosara volt egyébként az Wittmann Krisztiánnak. 24-18-ra módosul az állás. Tóth, aztán Perény. Kettes csak, Tóth Gergely. Most röviden engedte el, Wittmann gyűjtötte be a lepattanót. Körülbelül 3-4 másodperce maradhat az Etének még egy ellentámadásra, ha az utolsó pillanatban engedi el a Kecskemét. Wittmann megoldott a palánkról, szerez duplát. 6 másodperc. Tóth remek labdát kapott, Tóth Gergely, és ezzel zárul az első negyed, az ő kosarával zárul, tehát 10 perc játék után 26-20-ra vezet az ETE a Kecskemét ellen. Rövidesen kezdődik a második negyed, a kecskemétiek már a pályán, és most kérik az egerszegi játékosokat is, hogy foglalják el helyüket a játéktéren. Bödör Bence érkezik. 5-ös számmal, ő először lép pályára a mérkőzésen, Kinter Györgyöt váltotta, és a labdát majd a vendégek hozhatják játékba, ami már meg is történt. Gyerasimov hátra, aztán Wittmann. Gáspár üldözi. És ezzel azért értékes másodperceket veszíthetett a Kecskemét. Bödört tolta befele. Dénes Gábor alapról jöhet majd a vendégcsapat, 26-20 az állás. Itt most elaludtak az egerszegiek. Jól vette észre Wittmann, hogy Vukadinov jó ütemben lépett be a gyűrű alá, és jól is tette fel, 26-22 Bödör. Gáspárra nem figyeltek, egyedül maradt az egerszegiek kapitánya a palánk alatt, vagy a gyűrű alatt, Tóth. Hát ott minden történt, hogy kezet ütöttek, ez 100%, ez nagyon látványos volt, nagyon egyértelmű volt. Az ellentámadásból pedig Wittmann szerez kosarat. Most joggal reklamálnak az egerszegi vezetők. Itt fújni kellett volna. Megmentette még Briperin. Whitworth. Ez a helyes megoldás egerszegi szempontból. Nemes bosszú. Egy hármas süllyeszt el, most már a másodikat a meccsen. Team Whitworth 29-24. Vukadinov. Jó a dupla. 8 pontnál jár a vendégek légiósa, 29-26. Perin. Meg lehetett volna véleményem szerint fogni. Bödör pedig kénytelen volt keresztbe nyúlni, és most úgy érzem, jogosan szólt a síp. De az, hogy ez sportszerű lett volna, amit Ivkovics mutat, azért azt túlzásnak tartom. Bence Zoltán. Vukadinov, 29-26 továbbra is, Vukadinov, Gáspárnál fújják a faltot, kettő büntetőt dobhat majd Bence Zoltán, Gáspárnak ez volt a második hibája. Jó az első,
Bence is most már a pontszerzők között, 29-27. És jön Vertetics Ádám. A második kimarad. El tudta pöccinteni még Tóth Gergely Újhegyjel, Whitworth pedig begyűjtötte. Vertetichről annyit, hogy a kupa meccsen ficamodott ki az ujja, ez pedig egy remek betörős Brie Perrintől. Az előbb ugyanezt megcsinálta, csak akkor nem tudta a gyűrűbe helyezni. Most viszont hibátlanul oldotta meg. 31-27, tehát Vertetichnek, ahogy látszik is a bal kezén, sérült ujja van. Brie Perrin pedig labdát szerezés után a fal, tolják, nem. Lábat fújnak nála, és Brie Perrin pedig odabólint a játékvezető felé, ami nagyon-nagyon sportszerű dolog. Bár a nézők tiltakoznak, én Brie Perrin arcáról azt vettem le, hogy odabólintott a játékvezető felé, ami elismeri, hogy a lábbal terelt a labdán, de a nézőket ez nagyon nem nyugtatja meg. Wittmann. Ezt a labdát nem lehetett most elérni, nem is számított rá véleményem szerint Bence Zoltán, bár játékosnak természetesen számítani kell rá, hogy labdát fog kapni, de túlságosan váratlan szituációban érkezett abból a szempontból, hogy ilyen ütemtelen paszt érkezett a center felé. Tóth ismét beleáll. Most kimarad. 31-27 az Etének. Kelly. Dénes Gábortól kapja vissza Kelly, aztán Dénes beleáll, berámolja a hármast a második triplája a találkozón. 31-30. A Perrin. Kinter. Tóth Gergely keresné, jó is a belöbbölt labda. És falttal együtt. Most Dénes hibázott a gyűrű alatt. Egy dobócsárra elszállt még egy játékos a vendégektől. Jöhet még a plusz egy majd. Tóth Gergely. 33-30. Az állás ellen pillanatban az ETA pontjait növelheti még egyel, amit meg is tesz Tóth Gergely. Húha! Bence Zoltán tolt egyet az egyik egerszegi játékoson, meglökte, és kért is elnézést. Bertetis pedig sérült, ujjal játszik, egy kifitamodott ujjal játszik, Kinter. Most nem zsákol, hanem lágyan teszi föl, palánkra Kinter György. 7 egységnél jár, 36-30, ismét egy picit távolabb kerül az ETA a kecskemétiektől. Egyébként a szurkolók nagyon nincsenek megelégedve az egerszegi teljesítménnyel, de hát azt, hogy lélektelen, illetve széteső játékot mutatna az ETA, van természetesen olyan meccs, amelyek egyik szakaszában, vagy némely szakaszában vannak erre utaló jelek, de hát az, hogy ez a csapat lélektelenül, illetve teljesen szétesően játszana, azt azért nem írom alá. Tóth egy picit távol tartotta magától Kellyt, nagy csatában egyébként az amerikai Tóth Gergely. 36-30, és most már túl vagyunk a negyed felén, és Kelly kap egy faltot. Az első hibája volt, mint azt Stojan Ivkovics-tól megszokhattuk már, folyamatosan forgatja a játékosait, most Gerasimov ment le, Vukanidov jött vissza, tehát folyamatos cserékkel próbálja fitten tartani a gárdát, és természetesen ugye ez a védőket is. Hoppá, egy zsákolás, és még egy faltot fújnak Hegedűsnél,
Tóth Gergely remekül viszi be az alapvonalnál, és behúzza a gyűrűbe. Hegerűs pedig rossz ütemben nyúl még oda, ezt látják a játékvezetők. A táblára Csorvási száma került ki, illetve neve, hogy faltot követ el, hogy követett el. Lehet, hogy én tévesztettem, akkor elnézést érte. Tóth még értékesíti a plusz egyet. 13-3 Tóth Gergely eddigi teljesítménye, 39-30. Csorvási, Kinternél az újabb hiba. Ez a második faltja. Alapról folytatódhat majd a játék, viszont bónuszba kerül a kecskeméti csapat. Jön vissza majd Gáspár az etében pillanatokon belül, de előtte még Kelly néz farkaszemet Perinnel. Jó volt Csorvási részéről a zárás. Tomás Kelly pedig értékesít a középtávol, itt ez volt az első kosara. A mérkőzésen igaz, hogy egy pontot írnak föl, de szerintem kettőt ért ez a találat. Most már javítják. Kinter, bőrán nem fognak kilépni, onnét nem is vállalhatja el. Vertetics keresi a dobó pozíciót. Kinter, Csorvási. Tolja. Hát, igen. Csorvásinak viszont ez már a harmadik hibája volt. Tim Whitworth kap pihenőt Kis Attilától, Gáspár pedig a folytatásban, a pályán az etében. Alapról majd Perin hozhatja játékba a labdát. Valakinek lépni kell érte. Tóth Gergely. Gáspár elvállalja. Most jól zárták ki Kintert a palánk alól. Aztán Kelly. Remek labdát adott Tomás Kelly. Csorvásinak nem okozott gondot föltenni. 39-34 és időkérés. Ezúttal egerszegi oldalon. 3 perc 26 másodperc van még a nagyszünetig. 5 pontos zalaegerszegi előny. 39-34 az állás. És mind a két oldalon 4-4 csapathiba szerepel a táblán. Az ET hozhatja játékba a labdát, 39-34, kevesebb mint 3,5 perc van még a nagyszünetig. Vertetics. Egyébként róla nem fejeztem be, tehát kificamodott az ujja, úgy kellett visszahúzni az öltözőben. És azt mondta Szalai doktor, jól paskolt most bele, a labdában nem volt tudatos Kintertől, természetesen, hogy hova üti. Riperin gyönyörűen oldja meg! Ahogy röpül a gyűrű felé, lágyan engedi el egykézről, vagy egykézzel. Most fönt marad két játékos zavarni, de csak eddig Vertetics. 2-3 méterről szemlélte, hogy hozza szembe vele a labdát Wittmann. Vukadinov. Oda tudott még nyúlni, és ezzel megzavarta Brie Perin. Nem ért hozzá, ez minden bizonnyal így volt. Előtte föltette a kezét, és ettől ilyet meg egy pillanatra a szerb légiós. Le is viszi őt most Stojan Ivkovics, és érkezik Marko Gerasimov.
szintén szerb játékos, de már lehet, hogy említettem korábban. 41-34, 2 perc, 40 másodperc még az első félidőből. De nem tudom befejezni Vertaticről a mondandómat, tehát 3-7 kihagyásra ítélték. Bri Perin és visszaszedi, és Ginter még megfoghatja. Rávetődnek, ez viszont... Hát... Hogy ha én játékvezető vagyok, biztos, hogy nem ezt fújom, illetve Patonai Imre sem, ahogy a tekintetéből látom, ez a legerszegi mesternek. A földön fekvő labdát kézben tartó játékosra vetődött rá az egyik kecskeméti kosaras. De hát Salamoni döntés, ez véleményem szerint azért annyiban, hogy az ETE, mint kedvezményezett, birtokolhatja a labdát még. Perin kéri el, aztán megmenti. Jól játszik az amerikai, kapott ő is hideget, meleget. Whitworth nem látta, hogy mi a teendője, és elhagyják a labdát egy pillanatra. Ez viszont falt akkor Gáspárnál. Jogosságát nem vitatom, de hát a túloldalon is valami hasonló szituáció volt, ha nem is pont ugyanez. Bár a játékvezetőkkel nem szeretek foglalkozni, mert úgyis az van, amit ők látnak, és mi jóval, de jóval távolabb ülünk a játéktértől, hogy innét azért olyan szintű véleményt lehessen alkotni, ami 100%-os a helytálló Vertat is érkezik. Gáspár pedig leül, és ennek az az oka, hogy már a harmadik faltját kapta a csapatkapitány. 2 perc, 5 másodperc van még az első félidőből, és 2 dobás jöhet, majd mutatja Marko Gerasimovnak játékvezető csont nélkül az első. Most már Gerasimov is a pontszerzők között, és meg is duplázhatja mindjárt találatai számát. Ezt meg is teszi. 41-36 pontosan. 2 perc van még az első félidőből. 5 pontos Egerszeg előny tehát. Vertatics, Ginter. Picit alacsonyan engedte el, de Bence Zoltán ott állt mögötte, aki még talán Kinternél is egy picivel magasabb. Kelly. A sarokból egy hármas. Hegerűs Gergely a második triplája. 41-39. Kettő pontra zárkózik fel a vendégcsapat. Vertatics indul el. Bence nyúlt közbe, jó ütemben. És 2 másodperce marad az etének, hogy legalább gyűrűt érő dobással fejezze be a támadását. A kicsit nyúlt a mez, Whitworth-nél. Befejezte. 12 pontos Timothy Whitworth ezzel a duplával, per 6. Tehát közte 2 tripla. 43-39. Kelly, 45 másodperc van még a félidőig. Egy remek befutás, Gerasimov, Tomás Kelly pedig tökéletes ütemben adta a paszt. Most már 4 pontnál Gerasimov, akiről az előbb mondtam, hogy az első büntetőből megszerezte első pontját is a találkozón. Whitworth jön segíteni. Hát nem kicsit kapott most Tóth. Még a lendület átvitte Bence Zoltánt a fekvő játékoson, tehát kellett ugrania. És mivel a Zeta is bónuszban volt, így 2 büntetőt dobhatnak az egerszegiek. Volt 9 pont is, a vendégek hátránya most mindössze 2, de ezen az én tolt 6 Tóth Gergely. A második büntető, ami kimarad egerszegi oldalon a találkozón. Ginter hagyott még ki korábban egyet. A második jó. Tizenhat pontnál jár Tóth Gergely. Kelly, 10 másodperc ebben a pillanatban.
Gerasimov. Beleáll, és kiperdül, most ez balszerencsés dobás volt. És a fél időben, tehát 44-41 az állás. Első negyedet követően 6 pont volt, most ez 3-ra redukálódott. Tehát ezt a negyedet 3 ponttal a vendégek nyerték, de továbbra is az egerszegiek vezetnek. Tehát szűk negyed óra múlva innét folytatjuk majd. Kezdődik a második félidő, Wittmann, aztán Kelly a labda útja, 3 ponttal vezet az ETE. 44-41 az állás. Bence Zoltán, aztán Gerasimov, majd Wittmann. Gerasimov mellé Whitworth mellett, és ügyesen tette föl, nem is merte támadni, nagyon Kinter György. Perin hatalmasat esett, Baki Gergely, ő először a pályán, Whitworth egyből fut oda és segíti föl a játékostársat. Bence Zoltán most már a harmadik faltját könyvelhette el. Ezzel a hibával alapról jön majd a zete, Baki fogja elvégezni, ő fogja játékba hozni a labdát. Elvették, és ezt most már nem először az egerszegiek az elmúlt mérkőzéseken előadják, hogy nem tudják bedobni. Gáspárnak volt egy oldalbedobása talán az Alba ellen, vagy lehet, hogy korábban, nem jól emlékszem. De erre valamit majd ki kell dolgozni. Wittmann. Kinter nagyon messze jött kizavarni. Dénes. Jól teszi föl Dénes. Szűken gyűrű tövénél. Vezet a Kecskemét. Kér gyors dupla itt a második félidő elején. Baki. Dénes mutatta, hogy jöhet majd a vendégegyüttes, a játékvezetők nem így látták. Wittmann Krisztiánnál a hiba. Neki a második faltja volt ez. Perin dobja majd be a labdát. Egészen hátra Bakihoz, aztán kapja is vissza. Kinter. Kinter, fogják a derekát. Dénes volt az. Neki is a második hibája. És csapat szinten most már 3-nál jár a vendégegyüttes. Kinter büntetőzhet majd. Koncentrál Kinter, aztán az elsőt értékesíti. 8 pontnál jár. Most már 9-nél. Sokáig probléma volt az egypontosokkal, vagy problémája volt az egypontosokkal Kinternek. Aztán nagyon-nagyon sokat gyakorolta. Kelly áll bele, rövid. Kinter lök nagyot. Bence Zoltánon. Tóth 14, Whitworth 12, Kinter 9 pontnál jár. És Gáspár után neki is megvan a harmadik személye. Kelly. Átra Dénes. Bence túlságosan erősen, aztán másodjára már jól teszi föl. 3 pontnál jár Bence, egy büntetőt értékesített, illetve ez a kosár, ez a kettes. Whitworth, Kinter elvállalja középtávol, hogy be is vágja. Kinter nem szokott ilyen távolságról, ilyen lazán gondolkodás nélkül beleállni. Most megtette, sőt nem először már a mérkőzésen. 48-47 most az etének. Gerasimov. Elhagyja a labdát. Keresztbe nyúl Kelly.
Perin előtt. Érdekes most. Nem reklamál senki sportszerűtlent. Egy kis élccel jegyeztem meg ezt. Bónuszban az ETE. Míg a fehérmezeseknél mindössze egy csapat hiba ebben a negyedben. Igaz, sok még nem telt el, valamivel több mint 2,5 perc eddig. 48-47. Baki. Ellopta tőle Kelly. Aztán Baki kénytelen volt szabálytalankodni, hiszen gyors indítás lett volna belőle. Érkezik Gáspár Dávid, és Bakit viszi le Kis Attila. Támadhat a Kecskemét egypontos zalaegerszegi előnynél. Ismét erősen tette föl Bence a palánkra. Jól lépett el Gáspár mellett Kinter. 6 pontot rámolt be ebben a negyedben Kinter György. A 3 perc alatt is 13-nál jár összesen. Jönnek a cserék majd vendég oldalon. Egy távoli palánkról, és Whitworth el tudja pöckölni. Gyeraszimo szétteszi a kezét. Ezzel általában a szabálytalanságra szoktak utalni játékosok. Perin. Tóth beleáll a hármasba, egy picit hosszúra sikerült. Gyeraszimo szedi a lepattanót. Wittmann. Palánkra, ez is erős, másodjára már jó. Gyeraszimo szedte a pattanót. Most már 8 egység a neve mellett. 50-49. Bödör lesz az ETE újabb cseréje. Gáspár. Perin beleáll. Ott a tripla. Brie Perin is 10 pontnál jár most már. Közte két tripla. 53-49. Wittmann. ...53-51. Perin. Jó a kiosztás, Tóth nem vállalt el, inkább elindul befelé. Nem értették meg egymást most Whitworth-szel. Akár gyűrű felé is fordulhatott volna. Tóth Kelly. Tóth Gergely szabálytalankodik. Picit vaktában adta be oda a sűrűbe Tóth Kelly, bár ő biztosan tudta, hogy miért és mikor teszi be a labdát. Kinter helyén Bödör, illetve Bence Zoltán és Gyeraszimo ültek le. Csorvási és Vukadinov érkeztek vendégoldalon. 2 pontos hazai előny. Bár a negyed elején fordítani tudott a Kecskemét, az ETE egyelőre visszaverte a vendégek támadását. Dénes. Ott a tripla. A harmadik hármasát rámolta be Dénes Gábor. Meg még mellette egy kettest. Gáspár. Ismét vezetnek egyébként a vendégek. Ezt most picit röviden engedte el, nagyon lágyan. Gáspártól megszokott stílusban emelte ki a labdát, most picit tévesztett. Aztán lehet, hogy itt a következő, ő nagyon mélyről jött ki, de Csorvási szedi a pattanót. Aztán Kelly, hegedűs lesz majd a következő csere a kecskemétieknél. Zitzer dobhatott Tomás Kelly a végére. Időkérés Kis Attila. 53-56. 4 perc, meg még egy pici van a harmadik negyedből. 4 csapathiba a vendégeknél, most már régóta. 3 az ETE-nél.
Bödör, aztán Perin. Gáspár. Perin szépen kiemelve. 12 pontnál jár Brie Perin, 55-56. Kelly nem lépett el Bödör mellett. Bödör nagyon keményen védekezik Csorvásival szemben. Bödör teszi föl a kezét, Csorvási harcolta ki a faltot, de hát két játékos nincs egy súlycsoportban, Bödör Bencének is a harmadik faltja a találkozón. Egy ponttal vezet az ETE, de most a különbség, elnézést a Kecskemét, most a különbség tovább nőhet, hiszen a vendégek büntetőzhetnek majd Csorvási a vonalnál. Jó az első. ...55-57. És jó a második is. 10 pontos Csorvási Milán. 55-58. Hegedűs lesz a következő csere vendég oldalon. Perin futott egy nagyot. Ismét jól céloz az amerikai. Most már 14-nél jár. Kelly. Bödörnél az újabb falt. Így van. Most érkezik Hegedűs, Bödör Bence négy személyével. Kis Attila, illetve Patona Imre dugják össze a fejüket. Kelly büntetőzhet majd. Mindkét együttes most már bónuszban. Jó az első. Ez volt az ötödik pontja Thomas Kellynek, és meg lehet a hatodik is. Ez most nincs meg. Kicsit hosszúra emelte a büntetőt, 57-59. Perin. Bödör, Gáspár. Két ember között Bödör Bence. Palánkra akarta, picit tévesztett. Marad a két pontos vendégelőny. Jön Kinter, illetve Kertész az etében majd. Bödör lesz az egyik csere, ez biztos. Kelly beleáll a középtávoliba, rövid. Hegedűs még tovább. A Vukadinov. Remek labdát adott, illetve jól várt le Csorvási. Ezekből a leválásokból most már az ötödik dupláját éri el a meccsen. Mellette még két büntető neve mellett. 57-61. Másfél perc van még a harmadik negyedből. Tóth nem tudta fölemelni, nem volt annyi ideje. Gáspár. Ez sem jó. Most egy picit gödörbe kerül az ete. Egy 10 még a negyedből. Kelly. Hát a túloldalra. Vukadinov pillanatra leragadt a cipője, legalábbis innét úgy lehetett látni, Hegedűs. Gerasimov. Ez is jó. Tíz pontos Marko Gerasimov. 57-63. ...53-49-re még. Az ete vezetett. Ó, elméret ezt a sorokból Gáspár. Egyébként többször láttam dobó edzésen. Az egyik legjobb teljesítményt mutató játékos az etében, mellette Vertetics, illetve
Perin, illetve Whitworth még, akik ezeket a versenyeket nyerni szokták. Legalábbis legtöbbször. Kelly. Csorvási félkézzel még visszakanalazza jól. 57-65, most már 8 pont. 9 másodperc még. Ivkovic ugyanúgy izgul a csapatával, mint hogyha pályán lenne. Egy tripla az utolsó pillanatban. Ez sokat érhet még az Etének. Akár sokat is érhet az Etének, így pontosabb talán. 60-65. 30 perc játék után az állás. Kezdődik a záró felvonás pillanatokon belül, Gáspár, aztán Bri Perin, Bödör Bence helyén Kinter, legalábbis ez került a táblára, de véleményem szerint ő már korábban váltotta az egerszegiek ötös számú játékosát. Gáspár, Kintertől jön a zárás, Gáspár az alapvonalnál, visszaadja Whitworthnek, Gáspár lent a sarokban, beljebb lép, aztán kihasználja az utolsó pillanatban Gáspár Dávid. Az ő triplája zárt az elmúlt negyedet, és most egy duplát még hozzátesz. Itt pedig hozzátesz még a másik oldalon Gerasimov. 13 egységnél jár, 62-68. Egyébként a harmadik felvonás 24-16-ra vendégek nyerték. A nagy szünetben még a Zete vezetett 44-41-re. Perin. Picit felelőtlenül dobta el talán, legalábbis az egerszegi vezető arc kifejezéséből erről, ugye erre következtettem. Majdnem labdát lopott Gerasimovtól. Perin. Kelly. Újabb kettes Csorvási. Vele nagyon nem tudnak mit kezdeni ott a palánk alatt. 62-70. Gáspár. Kinter. Görnyet össze. Nem láttam, mi történt, megmondom őszintén. Gerasimov lép oda, paskolja meg a vállát nagyon sportszerűen, közben Kelly helyén Wittmann Krisztián a folytatásban. Aztán még egyszer egy pacsi Gerasimovtól. Marad a pályán Kinter György. 62-70. Perin. Rövid, és nincs meg a lepattanó sem. Kis ügyve, bajjal szedték össze a vendégek. 8 perc, 10 másodperc még a meccsből. Wittmann. Wittmann még továbbra is. Egyedül oldja meg. Tóth Gergely kezéről hagyta el a labdajátékteret. Ez egyértelműnek tűnt. Nem is reklamálnak mondjuk. Sem játékosok, sem vezetők. Gerasimov. Újabb dupla a szerb fiútól. Most már 15 egység. És megvan a kerek 10, ez egy lélektani határ. Többször elmondom közvetítések alatt. Egy kis megnyugvást adhat a vendégeknek. Tóth Gergely, Gerasimov dögönyözte meg egy picit hátulról, az első hibája Gerasimovnak. És az első csapathiba is vendég oldalon. Whitworth kérje el a sarokban, ha bemegy csak kettes, de nem megy be. Hegedűs szedi a pattanót, nem is volt ott fehérmezes játékos, aki léphetett volna érte.
Kettő és fél percnél egy picivel több eltelt már a záró felvonásból. Továbbra is 10 pontos vendégelőny. Vukadinov, ő is betalál. És időkérés vezeténél. Kertész a pályán, Gáspár Dávidot váltotta, 12 pontos hátrányban az egerszegiek, és Kertész most az irányító poszton, Perin pedig most kettes játszik majd, Kinter, mögötte Csorvási, Tóth Gergely, Hegedűs, Perin jön, Whitworth, Tóth szedi a lepattanót, te kiveszi a kezéből Gyerasimov. Sportszerűtlent fújnak a játékvezetők. Meg kellett állítania Perinnek, az egyértelmű volt. Aztán, hogy ilyenkor mit fújnak a játékvezetők, ezen nagyon vitatkozni nem lehet. Természetesen benne van a sportszerűtlen is. Gyerasimov első büntetője jó. Most már 16 pontnál jár, ez pedig a 17. egység. A neve mellett 76 csapata mellett 62-76 az állás. Wittmann. Kertésznél is fújnak egy faltot. Most Wittmann reklamál, az előbb Kertész tette ugyanezt. Kelly jön majd vissza a vendégeknél. Perin. Tóth. Ilyenkor már nem mennek be a távoliak. Főleg, hogyha az óra ellen is kell játszani, természetesen most már szorította az idő. Perin pedig... Akkor ez is sportszerűtlen, most következetesek voltak a játékvezetők, abban a pillanatban mutatták a hibát. Ugyanúgy nem tetszik a szakvezetőknek vendégoldala, mint ahogy az előbbi nem tetszett az ETE vezetőinek hazai oldalon. Perin dobhat majd kettőt. Jó az első. 15 pont. És jó a második is. 16. Bri Perin eddigi teljesítmények közt a két tripla. Zalaegerszeg 64 egységet gyűjtött eddig.
a Kecskeméti 76-tal szemben. Kertész Perintől kapja a labdát. Kertész az alapvonal felé, aztán Csorvási lába akadt össze, hogy Csorvásiban esett el Kertész, talán így helyes. Csorvási Milának ez a negyedik faltja volt. Bence Zoltán váltja, Csorvási jól játszott. Sallangmentesen Kinter, mint leghátsó ember. Aztán Perin kéri el tőle a labdát, 5 perc, 40 másodperc van még a meccsből, 12 pontos vendégelőny Tóth Gergely. Picit félve engedte el Kinter. Aztán csak begyötrik az egerszegiek, hát hárman, két játékos próbálkozott, hárman voltak ott a gyűrű alatt. 16 pontnál járt Tóth Gergely is. Egy tízes a különbség. Kelly lágyan és röviden megmentette még Tomás Kelly, becsületére legyen mondva. Leszette saját lepattanóját, aztán vissza tudta még lőni. Természetesen, ahogy gyűrűt ért a labda, újraindult a támadóidő. És most már erre is figyelnek majd a vendégek, hiszen lehet lopni egy picit a másodperceket. Wittmann tette volna föl egy pincérrel, Kinter jó ütemben nyúlt közbe. Alapról jöhet majd a vendégegyüttes, 5 másodperce marad a piros mezeseknek, hogy befejezzék a támadást. Vukadinov, Kelly, egy löbbölés gyönyörűen emeli ki Tomás Kelly. Kinter. Kertész, picit hosszú, ő játszott az utánpótlás meccsen is, ott 2 ponttal 73-71-re nyert a Kecskemét. Az abszolút első, eddig veretlenek a kecskeméti fiatalok. Ő is megszorongatta őket egy picit az ete. Gyerasimov, aztán Hegedűs. Mehet tovább, gyűrűt ért a labda. Kertész nagy lendülettel, aztán most már Perin. Kénytelen volt megállni Perin. Visszazártak, illetve nem volt segítő. Beleáll Whitworth, botta hármas. 69-78-9 a különbség még mindig. 3,5 percnél egy picivel több van még a meccsből. Kelly. Nagyon messziről a gyűrű tövére. Bence Zoltán gyűjtötte be, ketten is vetődtek az egerszegiek részéről. Nem tudták elcsenni a labdát. A Vukadinov. Lágyan engedi el, Gyerasimov pedig leszedi. És ez jó a Kecskemétnek. Ezt olyan Ivkovics is mutatja az oldalvonal mellől, hogy nyugodtan, higgadtan kell játszani most a másodperceket. Hegedűs pedig tolja befelé közben Kertész. Hegedűs áll bele a hármasba. Lejön Kinternél a pattanó. Kis Attila Perint hajtaná. Whitworth. Ott még egy tripla. 2-3-assal. Hát azt nem mondom, hogy szoros lett a meccs, de visszajött a meccsben minden további nélkül, ezt talán el lehet mondani. Az ete. 2 perc 28,8 másodperc van még, és 6 pont, tehát 2 triplánya a különbség. Sok ez még, tehát főleg abban a tudatban, illetve annak ismeretében, hogy azért ott van egy Kelly, egy Wittmann az ellenfélnél, akik egymaguk képesek eldönteni egy meccset egy-egy váratlan megoldással.
Amúgy Thomas Kelly mai mérkőzésen 7 pontot szerzett, ennek ellenére rendkívül hasznosan játszik. Illetve természetesen ne feledkezünk meg a légiósokról sem, mármint a szerb légiósokról, Gerasimovról, illetve Vukarinovról. Előbbi 17 pontot szerzett, Vukarinov 10-nél jár. Az ETV-ben Perin, Whitworth, Tóth Gergely játszik jól. De hát mindenki megpróbálja mellé tenni, vagy hozzátenni a magáét. Kinter is iparkodik a gyűrű alatt, tehát Egerszege mindenképpen hiányzik. Chris Hines jó játéka, de hát ő már nem szerepel többet kék-fehér mezben itt Zalaegerszegen, ha csak nem ellenfélként. Kelly, ő el tudja dugni a labdát. Kapja is vissza Csorvásitól, 2 perc, 10 másodperc még, Kelly, és ráadásul ponttal fejezi be, tehát ez az, amit említettem. Itt vannak olyan egyéniségek, akikre minden további nélkül rá lehet bízni a labdát egy kritikus szituációban. Tóth Gergely, Kertész, 10 másodperc még a támadó időből. Whitworth, dobás közben a falt. Gerasimov. Ez a harmadik hibája volt, 1 perc 46 másodperc van még a meccsből. 72-80. Whitworth. Jó az első. 19 pontnál jár, közte 4 tripla. 73-80. Van. 74-80. 20 pontnál Whitworth. Kelly eldugja a labdát. Vonalra lépett Thomas Kelly, ezt fújja a játékvezető. Másfél perc van még a meccsből. 6 pontos hátrányban az ETE. Lépni kell a labda felé, Bree Perry megteszi, illetve Kertész is indult. Perin. Csak egy picit kellett volna belepöccintenie Kinternek. Whitworth kénytelen volt faltolni. Ez volt a ZETE harmadik csapathibája, 4-4 jár a Kecskemét. 1 perc 15 másodperc. Perin üti be a negyediket. 1-13. Hegedűs. Hegedűs. Vissza Kellynek. Le a sarokba, ha kosarat szereznek a vendégek, bár pedig ez egy hármas megy. Nincs meg a lepattanó, viszont megvan, elvesztette az ETE véleményem szerint. Kaptam én már ezért eleget, hogy túl korán kiabálom el a mérkőzés végeredményét, de hát el fogják dugni. Tóth Gergely lép Gerasimov felé, aztán faltolja is. 46 másodperc. Kis Attila mutatta játékosának, hogy lépj oda, üst be a következőt, hát ha kimarad a büntető, aztán mezőnyből tudunk valamit. Esetleg egy hármas beakadhat még. Szóval vannak itt jó hárompontos dobók. Gerasimov viszont nem teszi meg azt a szívességet az ETE-nek, hogy kihagyja a büntetőt. 7 pont. Mármint a különbség a két csapat között. Most már 8.
nincs annyi idő már, hogy hármasokkal is az ETA utolérje őket, hogyha nem tudja kivédekezni, már pedig most nagyon sokat érhet az idő. Tóth Gergely 74-82, 18-nál jár Tóth, aztán üti a következő faltot. Kertész próbált labdát csenni Tóth Gergelynek, ez a negyedik hibájra komoly jelentősége nincs, 25 másodperc van még a meccsből. Hegedűs pedig büntetőzhet. 6 pont hátrányban az ETA, és ez tovább nőhet. Jó az első. A hétvégén még körmend az ellenfél az ETA-nek. Ott sincs túl sok sansz, aki marad a második büntető az egerszegieknek, aztán jönnek majd azok a meccsek, ahol valamit esélyük lesz. Kertész. Kell itt faltolja Whitworth 78-83-nál. Tehát a körmen után jön majd a Jászberény, aztán jönnek majd azok az együttesek, ahol némi sansz mutatkozik a győzelemre. Jön majd a Debrecen, a Nyíregyháza, illetve játszik majd az ETA még a Szegeddel, a Péccsel, de hát ezek az együttesek a Debrecen kivételével megverték a kékfehéreket. Kelly első büntetője jó, 78-84. Kecskemét pedig most két hazai mérkőzésre készül majd, az Atom, illetve az Alba ellen. És ma az Atom erőmű súlyos vereséget szenvedett a Falkó otthonában, az Alba pedig az első kintes zsákol még a végén egyet. 80-85. Ez a vége. Tehát az ETA vereségért szenved. Ennek ellenére nem lehet kárhoztatni a csapatot. Hajtottak, küzdöttek, akartak. De el kell ismerni, a vendégek kerete, játékereje. Tehát a kerete jobb, a játékereje nagyobb, mint az ETA-jé. De mondom, azok a meccsek, ahol majd alkalom nyílhat a győzelem begyűjtésére, azok most következnek a következő néhány hétben, tehát most jönnek a következő néhány hétben majd. Aztán meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. A cél továbbra is az egerszegieknél valamilyen úton módon megtartani az első osztályú tagságot. Én még egyszer a végeredménnyel búcsúzom az egerszegről, Zalakeremi, az ETA, KK Kecskeméti, KSE 80.